Bábszínházi előadást néznek az apagyi óvodások. Az önkormányzati óvodába 70 gyerek jár, nagy, középső és kis csoportba, ahová már akár 2,5 évesen is bekerülhetnek, hiszen az óvodában integráltan működik helyben a bölcsöde is. A bölcsödések 1 éves kortól 2,5-3 éves korig jöhetnek ebbe a csoportba, ahol most 12-en vannak. 2011. május 2-án indítottuk a bölcsődei csoportot, az 3 óvodai csoport mellett 12 fővel, azóta maximális létszámmal működünk, mai napon is el tudom mondani, hogy 12 főre van beadva a jelentkezés. Tehát sorbanállás van, nagy igény volt és van jelenleg is a bölcsődei ellátásra. Az intézményvezető elmondta, az ellátásra azért is van igény, mert az anyukák minél hamarabb ismét munkába szeretnének állni, tehát szükséges a gyerekek napközbeni elhelyezésének a biztosítása. Az önkormányzat szeretné bővíteni az óvoda épületét egy csoportszobával, ahol elférne még 12 bölcsödéskorú gyermek. Mintaszerű lehetne ez a struktúra, ahol az óvodai ellátáson belül a bölcsödeit is biztosítani lehet. Erről Kerekes Miklós, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöke beszélt nemrég 35 perc című műsorunkban. Azt mondta, itthon munkaerőhiány van, tehát szükséges, hogy a kis településekről is visszatudjanak menni dolgozni az anyukák munkahelyeikre akkor, amikor szeretnének. Ma 670 ezer forint van állami támogatás egy bölcsődei ellátott gyerekre, és saját tapasztalatom, de szerintem ezzel valamennyi polgármester vagy szociális intézményvezető egyetért, ez legalább 1,1 millióban van egy. Viszont, hogyha a kritérium rendszeren lenne egy kis könnyítés, hamarabb bekerülhetne az a bölcsődei nevelésben lévő gyerek az óvoda mini csoportjába, nem kellene külön szakmai vezető a bölcsődébe, nem lenne ennyi szigorú előírás. Egyfajta integráció az oktatási intézményen működne belül. Jól igazán az óvodához integrált bölcsőde, mert ahogy vagy így van, vagy pedig úgy van, hogy óvoda mellett egyszerre bölcsőde van a kisebb településeken különösen, akkor minden ilyen önkormányzat, aki hozzátesz, vagy a sajátjából, vagy pedig külön állami támogatást kér még rá, mert bajban van évközben, mindenki meg tudná oldani a bölcsődi nevelést, és a munkaerőhiány is lassan szűnni kezdene. Január 1-től törvény írja elő, hogy a 10 000 fő feletti településeken bölcsödéket kell működtetni, 2018 végéig pedig minden olyan településen biztosítani kell az ellátást, ahol legalább 5-3 éven aluli gyerek családja igényt tart a bölcsődei ellátásra. Idén egyébként újabb 15 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre, óvodák, bölcsődék felújítására, amelyre önkormányzatok pályázhatnak.